hogyan folytatódik a Magtár projekt, mikor vehetik át birtokukba egészen pontosan a gyerekek és a pedagógusok az új óvodaépületet. Kezdjük akkor mindjárt a legnagyobb beruházással, ami már folyamatos évek óta Magtár. Kívülről gyönyörű az épület, belül is már több szakasz elkészült, lifttel lehet fölmenni az emeletre. De hát ugye a Magtárnak a kertje, az még kiépítés előtt áll. Tó is lesz a kertben? Hát igen, tó is lesz. Tehát a Magtárnak a fejlesztés ugye három szakaszba oldottuk meg. Első szakaszba a fölszinten a kiállító és a rendezvénytermet, ezt már átadtuk egy másfél éve. Tavaly átadtuk az első emeleten lévő szállást, ifjúsági és zarándok szállást, meg hát bárki más igénybe veszi, elég kapós lett az utóbbi időben. Jönnek a csapatok? Inkább ilyen lagzikra, egy 15-20 fő, aki távolról jönnek rokonok, azok kiveszik, akik helyben ugye bonyolítják le az esküvőt és a lagzit. Tehát most már egy történt, most a héten egy keresztelő lesz, aki szintén rokonok jönnek és használják. Tehát azon kívül, hogy ifjúsági zarándokszás, azon kívül ilyen családi rendezvényekre is használják szállásként, amikor nagyobb létszámú rokonok jönnek vidékről, és egy éjszakán nem akarják utaztatni, meg egyszerűbb az elhelyezés itt helyben. A belső építészet körülbelül várhatóan a szerződés szerint szeptember 10-ig valósul meg a állandó kiállításnak a készenléte. Tehát én úgy gondolom, hogy közeli időpontban, amikor alkalmas, akkor az átadásra is kerül. Vele párhuzamosan folyik majd a kert rendezése. Most a kert rendezésében közbeszerzés van, mert olyan értékű, hogy közbeszerzés alá tartozik. Itt, amit már máskor is mondtam, hogy ki lesz építve egy tó és egy ilyen vizes park lesz, színvonalosan meg van tervezve, kivitelezőt keressük most a közbeszerzéssel. Hát ennek úgy október végéig kéne elkészülni. Tehát valószínű, hogyha átadás lesz, azért mondtam a szeptember 10-e, hogy lehet, hogy már ne legyen annyi átadás, így összemondtam, amikor teljesen kész van, akkor kellene ilyen átadás csinálni. Tehát nyilván egyeztetnem kell most már nem az EMI-vel, hanem a miniszterelnökségnek az államtitkársággal, aki finanszírozza ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogyha szabaddá tesszük, most még mindig az engedélyezés, ez nem egyszerűen szálláshelynek, mert itt a tűzvédelemtől kezdve a legaprólékosabb dolgok is ugye közel játszanak, és minden engedélynek meg kell lenni, még ugye a végleges használatra tudjuk adni. Hát a szállást már lehet használni így elsősorban lift nélkül, de hogy az egész komplexum egybe működik, a lifttel együtt az más. Tehát most így gyalog fölmennek, lejönnek, tehát viszont az egész lépcsőháznak az átadása az, ami komplikált itt a lift, a tűzvédelem, meg menekülő folyosók, meg egyebek. A szállást már így gyalogosan persze lehet használni, ki lehet adni, azon gondok nincsenek, mert oda megvan mindenféle riasztó, meg érzékelő berendezések. Még kapcsolódik a Magtárhoz az a járdaszakasz, aminek a tervezése. Igen, hát most azon nem bonyolult feladat, de ugye elég komoly őrészt összeszednünk az óvodára. De úgy gondolom, hogy hát ezt a járdaszakasz ez erősen kapcsolódik a Magtár projekthez, meg a rendezvényekhez, hogy ott ne a közúton járkáljanak az emberek, hanem egy megfelelő széles járdán keresztül összekötni a pincesort és a Magtárt, mert gyakorlatilag a rendezvény a szűk templomhely mellől egy nagyobb térbe, a Magtár előtti területre kerülnek át a falunap, meg a születés borünnep. Tehát nyilván itt a két hely között egy biztonságos mozgást biztosítani. De azért a születi felvonulás a szekereken az továbbra is az a pincesor előtt marad. De hát persze, minden marad ugyanúgy, csak ugye a színpadi rész megy le a Magtár elé, és ott persze, csak ott legyen egy kultúrát biztonságos mozgása az embereknek, akik fölmennek borozgatni, utána visszajönnek megnézni a műsort. Tehát ott ezt ki kell alakítani, ehhez az a járda nagyon szükséges. Kanyarodjunk rá az óvodára, ez a másik hatalmas projekt itt. Hát ez a legnagyobb. Település, a legnagyobb projekt. Úgy tudom, hogy a kiviteli tervek elkészültek, és hogyan tovább? Már alá vannak írva a szerződések 400 millióról. Hát itt várhatóan a beruházás 590 millió körüli összegbe fog kerülni.
itt 190 millió önrészke mellé tenni. Hát az önrész egyrészt ilyen kötelező rész, a terv szerint 135 millió, de valójában kb. 190 millió az, amit össze kell szedni itt két év alatt. Ezért mondtam, hogy sok fejlesztést nem csinálunk, mert épp elég lesz ezt ugye kigazdálkodni. Látott már látványterveket, polgármester úr? Hogy a látvány, persze, hát az engedélystervek eleve voltak. Hogy fog kinézni ez? Hát a 21. század? Hát ez műemléki környezet, és olyan modern épület lesz, ami küllemében illeszkedik a Skót-Bencés kastélyhoz, meg ugye pont egy ilyen épület a tornaterem, ami nem műemléképület, de műemlékjelölő. Tehát ilyen tornaterem jellegű épület, ez nem így fog kinézni. Nem vörös téglás lesz. Nem így fog kinézni. Úgy kell kinézni, hogy a műemlék környezetben, és egyébként is az engedélyt a műemlékvédelem adja ki. Tehát itt nem... És úgy néz ki, polgármester úrnak tetszik a látvány? Igen, hát ez egy abban a környezetben élő épület lesz. Tehát itt figyelmevé, hogy az elég frekventált helyen van, ugye a Skót-Bencés kastély mellett, szembe a templom, ott előtte a tér, tehát itt ebbe kellett beéleszteni ezt a óvoda épületet. Hát nyilván maga a belső berendezés, a működtetés, annak is korszerűnek kell lenni, és a követelmények eleget kell tenni, a műszaki követelményeknek, meg a hatósági előírásoknak, mert ezt mindig hozzáteszem, mert mindig a vita van a megjelenés és a hatóság között. Mert a hatóságot az érdekli, hogy valami működjön biztonságosan, a tervező meg azt szeretné, hogy úgy nézzen ki, ahogy kinéz, ugye össze kell hozni, hogy használható is legyen, meg küllemileg is olyan legyen, ami beillik abba a környezetbe. És ha minden igaz, akkor októberben már az első kapavágás is megtörténhet. Most a kiviteli tervek készülnek, a részletes kiviteli tervek, ami alapján lehet kiírni a közbeszerzést, tehát július 20-a környékén meglesznek a kiviteli tervek, utána a közbeszerzés másfél-két hónap, és utána, amikor megvan a kivitelező, akkor kezdődik a munkát. Ezt az egészet Szuzánmen 18 hónap alatt meg kell csinálni. Az óvoda mellett azonban az iskola is bővült, mégpedig két tanteremmel? Igen, hát most már egy körülbelül 8 hónapja megnyertünk egy olyan pályázatot, ami az iskola bővítéssel kapcsolatos. Ez az épület, a posta épület, az utcai épület, a kis épületnek a vonalába, és a tornateremnek a meccéspontjába készül el a szabadtér sportpálya fölött az iskola udvaron. Egy két osztályos tanterembővítés történik. 85-90 millió körül lesz a beruházás. Ennek már elvileg a közbeszerzése lefolyt. Már elvileg működni kellene, de én úgy tudtam, hogy azért nem kapom még értesítést, és azért nem kaptuk még meg a szerződést, mert végül a kivitelezés bonyolításán az önkormányzat fogja végezni, mert a NSK-t, ez a Nemzeti Sportközpont, az viszont a miniszterelnökségből átkerül az EMI-be. És a belső szervezeti dolg miatt azt mondják, hogy hát ilyen körülbelül augusztus környékére várható, hogy ez a dolog úgy rendeződik, vagy szeptember elejére, és akkor kezdődnek a munkák. Az eredeti terv szerint már ez év decemberig be kellett volna fejezni. De most valószínű, hogy ez azért át fog nyúlni a következő évre. Csúszik egy kicsit. Nem maradt más, mint a búcsú, mert mintha hogy megköszönjem a beszélgetést. Köszönöm szépen.